Köszöntelek titeket, sziasztok! A következő egy hétben is egy úgynevezett magassági hideg légörvény alakítja hazánk időjárását. Ennek köszönhető, hogy a következő napokban is nagy számban alakul majd ki záporeső, illetve zivatar Magyarország területén, ugyanakkor érdemi hőmérsékletemelkedés, illetve csökkenés sem várható, marad ez a 20 fok közeli csúcshőmérséklet. Az éjszakák is enyhék lesznek. A videó végén pedig már egy rövid kitekintést is adok majd az előttünk álló hosszú hétvégére, a pünkösdi hétvégére vonatkozóan. Ezen az európai időjárási helyzeten figyelhetjük meg ezt az alakját folyamatosan változtató magassági hideg légörvényt, amely igazából tulajdonképpen stabilan Európa keleti fele fölött örvénylik majd. Ennek köszönhető, hogy hazánk területén és egyébként Közép-Európa fölött is több gomoly felhő képződik, és ezekből a gomoly felhőkből bizony szinte minden nap elszórtan előfordulhat záporeső, illetve zivatar. A Brit-szigetek fölött épült csak ki egy markánsabb anticiklon, de ennek felhőosztató hatása mindössze az Alpoktól nyugatra fekvő területeken tud érvényesülni. Az előttünk álló éjszaka első felében a záporok, illetve zivatarok száma fokozatosan lecseng majd, de nem teljesen, még a hajnali reggeli órákban is előfordulhat az Alföldön záporeső, de az éjszaka második felében már nem kell zivatarra számítani. Eközben elsősorban a Dunántúlon jelentősen csökken majd a felhőzet, akár nagyobb területen is kiderül az ég, ennek eredményeképpen egyébként az Alpok alján párássá válhat a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6, illetve 11 fok között alakul. Kedden a maihoz hasonló idő várható. Több órás napsütést követően ismét erőteljes gomoly felhő képződés várható, és a késő délelőtti délkülői óráktól kezdődően egyre több felé, összességében szinte bárhol kilakulhat záporeső, illetve zivatar az országban. Az zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti, de apróbb személyi égeső, illetve viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet sem változik a hét első napjához képest, 16, illetve 21 fok közé emelkedik délutánra a hőmérséklet. Nem csak zivatarok környékén erősödik majd meg a szél, hanem tulajdonképpen az ország legnagyobb részén, mindössze itt a fővárostól keletre fekvő megyékben lehet esetleg kevésbé szeles az idő, de igazából az ország legnagyobb részén erős északi-észak-nyugati szélre kell számítani, és egyébként így lesz ez még szerdán is. Ha pedig a távolabbi kilátásra pillantunk, és ezzel a pünkösdi hosszú hétvégére is egyébként, akkor az látható, hogy igazából a hőmérséklet a következő 7-10 napban nem mutat érdemi változékonyságot, marad ez a 20 fok közeli csúcshőmérséklet és az enyhe éjszaka is. Ez a 20 fok közeli csúcshőmérséklet egyébként így május második felében, vagy május végén inkább, már akár több fokkal is a sok évi átlag alatti értéknek számít. Az időjárás jellegesen változik meg érdemben. Több órás napsütést követően gomoly felhő képződik a hétvége mind a három napján, és mind a három napon elszórtan valószínű záporeső, illetve néhol zivatar is kialakulhat, csak lokálisan hullhat jelentősebb mennyiségű csapadék. Az északi északnyugati szél ugyanakkor a hét közepétől fokozatosan mérséklődik majd, a hét végén zivataroktól függetlenül nem kell erős északi északnyugati szélre számítani. Most minden esetre megköszönöm a figyelmeteket, további szép napot kívánok!